Farkas László 1990-ben kezdte meg munkáját Székesfehérvár közgyűlésében. Azóta időről időre megválasztották Palotaváros déli részének önkormányzati képviselőjének. 2024-ben pedig már 9. ciklusát kezdi meg a közgyűlés tagjaként. Egy olyan városrészbe kerültem, ahol nem volt abszolút semmi közösségi tér, játszótér, semmi nem volt. Ezt kellett felépíteni. 90-ben jött a rendszerváltás, és akkor belecsöppentem a politikába. Akkor lettem először képviselő, önkormányzati képviselő itt a Palotavárosban, és akkor elkezdtük építeni a közösségi tereket, játszótereket, fákat ültetni. Akkor a terv ugye az volt, egy olyan városrész kialakítása az én tervem, ahol az emberek jól érzik magukat. A képviselő hozzátette, először a parkokat alakították ki. Mint mondja, egy nagyobbat 2010-től tudott álmodni, amikor Cserpalkovics András polgármester az ötletei mögé állt. Ekkor született meg a János Vitéz Park. Aki ott furujál, ő lesz végül a János Vitéz, most még csak Kukorica Jánosnak hívják. Ugye, aki ott furujázik a szélén, az ökőkutnak, ezek pedig a birkái. Ezek 150 kilós birkák, bronz és réz ötvözetből lévő birkák. Kocsis Balázs szobrászművész barátom csinálta, terveztetett, ő öntötte őket. Az önkormányzati képviselő a közösségi tereket szeretné megújítani, tovább építeni. Ezek mellett pedig vannak még olyan feladatok, amelyek megoldásra várnak. Egy nagy parkoló építése a Horog utcában, a kettesi parcik piac előtt, az a nagy murvás terület. Tervek megvannak, ott egy 75 férjes parkoló szeretnék, hogyha megépülne, polgármesterrel beszéltem már, ebben is támogatott. Szeretném a járdák felújítását befejezni. Itt a Jancsár, előttünk a Jancsár utca 16-ig most elkészült. Szeretném egészen végigvinni, akkor Jancsár utcának a túlsó oldalán, tehát még sok járda nincs felújítva. Farkas László hozzátette, a meglévő játszótereket is szeretné új eszközökkel felszerelni. Van egy kérés, hogy az egyik aszfaltos kézilabda pályára legyen műfű, amit szeretne teljesíteni. Mint mondja, a tervek megvalósítása attól függ, hogy a városnak továbbra is lesz-e forrása.